Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszterelnök úr, nagyon szép beszéd volt, jár érte a krumpli, kár, hogy a Lipótot bezárták. De még mielőtt itt nagyon belehergelné magát a győzelmi indulóba, azért gyorsan tegyük tisztába azt, hogy mi történt Brüsszelben. Mert hogy nem történt más, mint hogy ön újat akart húzni az Európai Unióval, a vétó eszközével megpróbálta végletekig kiérezni a feszültséget, hát ha nem lesznek majd jogállami feltételek, aztán jött a Szájer botrány, és hirtelen ön egy hét alatt becsicskult. Ennyi történt, miniszterelnök úr. Nincs itt győzelmi menet, nincs itt diadalmenet. Ön izmozott egy sort, hangoskodott egy kicsit, aztán kapott egy pofont, és szépen elhallgatott. Mert hogy ön egy ilyen ember. Ön egy gyáva ember Brüsszelben is, és itthon is. Pontosan úgy vívta meg ezt a brüsszeli harcot, mint ahogy itthon háborút vív a vírussal szemben. Mit mondott ön korábban? Állig felfegyverkezve várjuk a járványt, meg hogy a kormánynak pontos hariterve van arra, hogy hogyan megy előre, és aki elkapja a betegséget, azt meg fogják gyógyítani. Miniszterelnök úr, mind a mai napig több mint 7000 halott emlékeztet bennünket az ön nagyotmondására és a semmittevésére. 7000 halott, ez szégyen. Ön azt mondta, hogy állig felfegyverkezve várjuk ezt a járványt. Hol vannak a fegyverek, miniszterelnök úr? Hol? Ennek az országnak összefogásra lenne szüksége, és ön egy valamit ad ennek az országnak, gyűlöletet. Összefogás, az ott kezdődik, miniszterelnök úr, az összefogás, hogy a kormány átvállalja a bajba jutott dolgozók bérköltségének a 80%-át. Ott kezdődik az összefogás, hogy az álláskeresési járadék idejét és az összegét megemelik. Ott kezdődik az összefogás, hogy visszaigényelhetővé teszik a személyi jövedelemadó 100%-át az átlag alatt kereső munkavállalóknál. Ha pedig valaki 60 év felett elveszíti az állását, az szépen elengedik nyugdíjba. Mondjuk ki, miniszterelnök úr, mind egészségügyi, mind gazdasági vonalon bedobta a törölközőt. Itt százezrek veszítik el a megélhetésüket. A bérek nemhogy nem emelkednek, de csökkennek. Nagyon sok honfitársunk részmunkaidőben kénytelen munkát vállalni, de nyilván ők nem jelennek meg a statisztikában, mert rontanák az átlagot. Így megörült nagyképűen, pofátlanul belemondják a kamerába, hogy Magyarországon már több mint 400 000 forint az átlag keresett. Miniszterelnök úr, hol élnek önök? Milyen 400 000 forintról beszél? Ebben az országban nem a bérek emelkednek, hanem az árak. Egy közönséges paprikás krumpli egy év alatt 30%-kal lett drágább. Akciós krumpliból, nem a 4 milliós parlamentiből. 30%-os drágulás egy év alatt, miközben a nyugdíjakat mindösszesen 1,2%-kal tervezik megemelni. Hát nem szégyelik magukat, miniszterelnök úr? Nem, nem szégyeli magát. Önnek ez teljesen természetes, nagy hívben tesz az egészre. Ez az ország a 21. század legsúlyosabb válságával néz farkas szemet. És ön ahelyett, hogy kezelni ezt a válságot, inkább büntet. Milliós büntetéseket szórokat, akár itt a parlamentben is arra, aki kimeri mondani az igazat. Kormányzás nincs. Válságkezelés? Nincs. Elhallgattatás, büntetés, fenyegetőzés, na az van. Mert hogy ön miniszterelnök úr pontosan erre építi a hatalmát, szegénységre és félelemre. Csak tudja, az a baj, hogyha valaki a hatalmát szegénységre és félelemre építi, az a nemzetet szegénységben és félelemben is fogja tartani szabadság és jólét helyett. Miniszterelnök ura, a szegénység és a félelem az legyengíti a nemzetet. A szabadság és a jólét az pedig megerősíti. Ezt a válságot csak egy erős nemzet képes legyőzni, egy olyan kormánnyal az élén, amelyik nem önmagát képviseli, hanem a nemzet egészét. És az a nemzet tragédiája, hogy nem ilyen kormányunk van. Önök csak saját magukat képviselik. Mi viszont a nemzet egészét. Nézze, az ellenzék rendkívül sokszínű. Rendkívül sokszínű. Vannak itt közöttünk jobboldaliak, baloldaliak, liberálisok, konzervatívok, és mégis, miniszterelnök úr, mégis képesek vagyunk összefogni, és mégis képesek vagyunk 100 meg 100 kompromisszumot megkötni egymással. Tudja, hogy miért? Azért, mert nekünk sokkal fontosabb a nemzet, mint önmagunk. És ez az, amit ön soha nem fog megérteni, és ez az, amiért ön soha nem fogja tudni kivezetni ezt az országot a válságból. Végezetül még egy gondolatot engedjen meg. Ne felejtse el. Akié a hatalom, azé a felelősség. Miniszterelnök úr, minden hatalom az öné, és ezzel együtt minden felelősség is. Úgyhogy, ahogy ön üzente egykor a nemzetnek, jó széljárás, sok szerencsét!